18 évvel soha többé nem lehet. Az, amit akartunk, csak egy köté váltehetnek. Minden reakció csak egy problémát rejtett. Az, amit láttunk, csak egy rózsaszínű fény maradt. De amit kimondtunk, az a valódi tény. Sose lesz késő, hogy majd visszatérjünk még egyszer. Pár év múlva, hát újra itt lennék. Induljunk is már az út, itt van előttünk. Szomorú arca, még visszatekintünk. Sose lesz késő, hogy majd visszatérjünk még egyszer. Pár év múlva, hát újra itt lennénk. Népek ragyoga, tiétek az ünnep, a szó, a könny, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Kis Kálmán szavait idézve tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Marcai Mikszáth Kálmán általános iskola ballagásán meghívott vendégeinket, szülőket, nagyszülőket, rokonokat, ismerősöket, nevelőtestületünk tagjait, iskolán dolgozóit. Külön köszöntöm körünkben iskolánk nyugalmazott igazgatóját, Györei Istvánt. És iskolánk nyugalmazott igazgatóhelyettesét, Horváth Lajosné, Rávics Mártát. Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm Ballagó 8-as diákjainkat, akik 51-en búcsúznak ma iskolájuktól, a Mikszáttól. Velük együtt köszöntöm a 7. osztályosokat, akik iskolánk diákjai nevében búcsúznak majd a végzőseinktől, és akik virágdíszbe borítva az iskolát, arról gondoskodtak, hogy a búcsú pillanatai úgy maradjanak meg emlékeitekben, mint ifjúkorotok egyik meghatározó mozzanata. Kedves vendégeink! Iskolánkban hagyomány, hogy ballagó diákjaink elköszönnek iskolájuktól, tanáraiktól, tanítóiktól, társaiktól. Fogadják szeretettel műsorukat. Bianca! Itt leszek! Somaléna! Itt leszek! András! Itt leszek! Zsolt Bence! Itt leszek! Hóvirág! Itt leszek! Bernát Sára! Itt leszek! Ivetta! Itt leszek! Ákos Ádám! Itt leszek! Otília! Itt leszek! Hey! Oh! Hey! Oh! Nagy a világ, ég az égjén, ott meg van ez a föld, ég, ami kezünkben fél, ott nevet a nap, ég, sugar a láb, ott rajzol egy pályát, ég, ha lesz a parád, és a kér, és a nem, és
Tisztelt szülők, kedves tanárok, diáktársaink, vendégeink! Köszönjük, hogy megtiszteltek jelenlétükkel a jeles napon. Ismét eltelt egy tanév, és most mi búcsúzunk iskolánktól, lezárva életünk egy fontos szakaszát, mely egyben a gyermekkort is jelentette számunkra. Kérjük, hallgassák meg elköszönő műsorunkat! Gyorsan múltak el az évek, hátrahagytak sok emléke. Mennyi móka, kacagás, óra előtt izgulás. Ó, ez a sok patkoptatás, kora reggel tanulás. Most már vége, nincs tovább. Mi következik majd ezután? Tán visszasírjuk majd a napot, amikor először átléptük a kaput. Szívünkben ez mind nagy helyet kapott, de mennünk kell, átadjuk a botot. Most búcsúzunk és barlangunk már, Isten véled, drága iskolánk. Eljött az idő, amire régóta vártunk. Amióta beléptünk az iskola ajtaján, csak erre a percre vártunk. Számoltuk a hónapokat, a heteket, a kínzó napokat, a hosszú órákat, a legvégsőbb rövidebb perceket. Eljött a pillanat, és szabadok vagyunk. De igazán senki sem boldog. Lehet, hogy egymást sohasem látjuk, de végig kísérnek minket azok az emlékek, amiket nekünk adott az iskola. Csak nézzük egymást, és nem tudunk szólni, nem tudjuk elmondani, hogy jó volt veletek, hogy nagyon fogtok hiányozni. Hogy jó lenne még egyszer, utoljára, visszaülni az üres osztályba, csak egyetlen pillanatra. Mégis fájdalmas az utolsó búcsú. Nehezen, de elválunk egymástól. Mindenki vidám, és egyben szomorú. Talán még egyszer visszatérünk, de most hátat fordítva az iskolának, teli reményekkel végleg elmegyünk. Tisztelt tanáraink! 8 évvel ezelőtt, amikor először jöttünk az évnyitóra, még nem gondoltam, hogy ilyen hamar elrepül ez a 8 év. Micsoda szorongással, félelemmel indultunk. A tanítónéni szava, amely törvény volt, messze hangzóan sokáig kísért bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejéből, különösen most, a kamaszkorba érve. Ezért kell köszönetet mondanom a magam és társaim nevében tanítóinknak, tanárainknak a sok türelemért és fáradozásért, amit értünk tettek nem csak a tanórákon, hanem az együtt átizgult versenyeken,
és a pályaválasztás időszakában. Bocsánatot kérünk minden akarva és akaratlanul elkövetett csíny és nehézség miatt, amit okoztunk. Nem volt bennünk rossz szándék. Gyermekek vagyunk, fiatalok, lázadók, tettekészek. Ha most kilépünk az ajtón, és utunkat sikert koronázza, abban a törődésnek, a szeretetteljes tanításnak nagy része lesz. Köszönjük a bizalmat és a reményt, amit kaptunk. Külön búcsúzunk osztályfőnökeinktől, és köszönettel tartozunk nekik, akik közösségé kovácsolták osztályainkat, megszervezték a jó hangulatú kirándulásokat, és segítettek a rendezvényekre való felkészülésekben. Problémáinkkal bármikor bizalommal fordulhattunk hozzájuk, odafigyelésükkel segítették tovább tanulásunkat. Megtanítottak arra is, hogy legyenek céljaink, vágyaink, s ezeket magunknak kell elérnünk. Csengő hangja ma búcsúzóra szólít. Indulni kell, de egy érzés visszatart. Annyi mindent kellene még tanulni, marasztalnak a már megszokott falak. Asztalunkon virág, ezernyi emlék, az udvaron levélkönnyet hullatölgy. S a megkoptatott lépcsőkön a gyermek, immáron mint ifjú felnőtt, elköszön. Szólani kéne, kedves jó tanárink, mégis most felkészületlenek vagyunk. Megtanultunk mindent, amire vágytunk. Búcsúzni, bukott diákként hallgatunk. Köszönjük a tudást, amelyet kaptunk. Gondos kezetek már tovább nem vezet. Utolsó mosollyal indulunk csendben. Köszönjük a boldog diák éveket. Kedves diáktársaink, törekedjetek a tanulásban és az élet más területein is mindig a legjobbra, hiszen rátok is komoly feladatok várnak még. Kívánjuk, hogy mindegyőtök sikerrel vegye a ráváró akadályokat, hiszen, mint Ibsen írta, gyönyörű, ha valaki maga előtt célt lát, és azt megvalósítja tüzön vizen át. Kedves hetedikesek, tavaly még nekünk is tárolt a ballagás, sok a teendő, mindenhol ott kell lennetek. Köszönjük szépen a felvíszített osztályt, a tarisznyát, a kedves szavakat. Jövőre ti örülhettek mindennek. Sok közös élmény köt össze bennünket, szeretnénk néha visszatérni hozzátok egy-egy baráti beszélgetésre. Kérjük, próbáljatok helytállni, szorgalmasan kitartóan tanulni, és ne tegyetek a miénknél nagyobb diákcsínyeket. Őrizzétek meg iskolánk jó hírét, adjátok tovább hagyományainkat. Kedves anya és apa! Tőletek búcsúzunk utoljára. Nem feledkezhetünk meg arról, mennyi áldozatot hoztatok értünk. Támogattatok és bíztattatok bennünket. Köszönjük, hogy hagytok bennünket a saját útunkon lépdelni, és köszönjük a könnyeket, amit most talán értünk hullattok. Mindent megteszünk, és meg fogunk tenni annak érdekében, hogy büszkék lehessetek ránk, hisz higgyétek el, a gyerek csak azért lépdel az úton, hogy szülője arcán egy büszke, boldog mosolyt láthasson. Ha azt hallod majd rólam egyszer, hogy a legszebb bámom megtagadtam, és elmondanak mindennek, rossznak, csak mosolyog, mert jól tudod, hogy az, aki voltam, az maradtam. Ha elmennék veszire, a sollét nem érnék egy lemet sem. És mondanák, hogy látod, ha ütlen, vágja szavukba csendesen, és mosolyog, te jól ismersz engem. Te láttál engem, s jól tudod, hogy milyen nehéz anyugás vár rám, mert ember voltam, ha jóra szállt, hogy egyszer kikössöm valahol az igazság táján. Mi tehet gazdaggá, még ha semmit sincsen? Ne is törd a fejed, nagy, elásad kincsen. Mert ami értékes, hidd el, nincs elásva. Soha nincs eldugva, vagy trezorba zárva. Használd hát hasznosan a múló idődet, amit már megéltél, nem veszik el tőled. Szívvel, szeretettel béleld ki világot, bennünk örömödet mindig megtalálod. Barátság, szerelem, mind javat szolgálja, ám ne legyen szíved senkinek szolgálja. Arra menj, amelyre a szíved érzése vonza, hol szeretetedet másik viszonozza. Hagyd erőd áradni, mosolyod, ne rejtsd el, ez csillogó kincsed, hát sose felejtsd el. Miért csak bőven másnak, hisz sohasem vészel, inkább gazdagodik sok szép másik résszel. Hiszen mosolynak így mehetsz elébe, egy mosolyért egy másik mosolyt kapsz cserébe. Igyekezz jót tenni, mást is felemelni,
Mosolya az arcodon könnyebben fog menni. Ne törődj a rosszal, csupán tedd a dolgod. Hadd legyen minden lény körülötted boldog. Hisz az gazdagság, szeretetnek hívják. Kár, hogy iskolánkban sehol sem tanítják. Ám te többet tehetsz, szereted ad tovább, terjezd a világban, szerte ezt a csodát. Búcsúzni könnyű. De feledni nehéz, mert a szív a múltba ezerszer visszanéz. Meg lehet, hogy könnyen nevetve búcsúzunk, mégis fájni fog, ha újra találkozunk. Most a 7. osztályosok vesznek búcsút Vallagó 8-asainktól. Kedves diáktársaim, Vallagó 8-asok, júniusban. A kék ég, a zöld fű, és nektek Vallagó diákoknak a búcsúzás ideje. Búcsúzás a 8 évig otthont adó iskolától, a Mixitől. Búcsúzás tanáraitoktól, diáktársaitoktól. Hosszú lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, amelyben veletek együtt részünk volt. Őrzünk kellemes, szép emlékeket, a nyári távolok, kirándulások élményeit. Farsang, kölökparádé, a sportversenyek, nagy futballcsaták izgalmas pillanatait. Gondtalan, vidám diák éveket töltöttünk együtt. Diákok maradtak az elkövetkezendő években is. De a kis nebulókból majdnem felnőttek kiváltatok, és új iskolátokban is helyt kell állnotok. Kívánjuk, hogy új közösségetekben is jól éreznétek magatokat. Sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat. Becsületesen és emberségesen viselkedjetek a nehéz helyzetekben. Kívánjuk nektek, hogy egész életetek során legyen erőtök, kitartásotok. Könnyedén tudjatok alkalmazkodni a változásokhoz. Ismerjétek fel, hogy a világ nem úgy működik, hogy csak én kapok. Kívánjuk, hogy az itt töltött évek, az iskola falai között megszerzett tudás, az élmények sokasága elegendő ahhoz, hogy célt tudjatok találni, és meg is tudjátok valósítani. A cél eléréséhez ne csak a szemetekkel lássatok, és az eszedekkel gondolkodjatok, de a szívetekkel is. Tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni azokhoz, akik körülvesznek benneteket. Reméljük, a baráti kapcsolatok megmaradnak, és boldogan emlékeztek vissza az itt töltött évekre. Ne feledjétek, mi mindig szívesen várunk vissza benneteket. Diáktársaim nevében Kassákval és tavalyival köszönök el tőletek. Aki elment, az elment. De aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem vált el tőlünk egészen. Boldog Terézanya gondolatai, himnusz az élethez. Az élet egyetlen esély, vedd komoly. Az élet szépség, csodáld meg. Az élet boldogság, ízleld. Az élet álom, tedd valósággá. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játszd. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet vagyon, használd fel. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet dal, énekeld. Az élet, élet. Éljed. A városlátja, hogy itt vagyunk, a
felkérem Jobbágyné Szarka Tímea megbízott intézményvezető asszonyt, hogy köszönjön el 8-as diákjainktól. Kedves ballagó diákjaink, tisztelt szülők, tisztelt vendégeink, tisztelt kollégáink! Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit iskolánk egyik legszebb ünnepén, a 8-asok búcsúztatóján, a ballagáson. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntelek benneteket, 8-asok, ti, akik az elmúlt 8 év alatt kisgyermekekből kisiskolások, majd kisiskolásokból bizony nagyiskolások lettetek. Kedves ballagó tanítványaim! Az elmúlt 8 év rengeteg közös programot, élményt kívánt számotokra. Versenyeket, kirándulásokat, műsorokra való felkészülést, bulikat, online oktatást. Mindig lehetett rátok számítani ezeknél az alkalmaknál. A tudásotok gyarapodott, és az évek alatt bizony változtatok. A kicsit bizonytalan, a mi érdeklődő kis elsősökből, kik Györgyi néni és Piroska néni, ma meg Viki néni és Laci bácsi oltalmazó szárnyai alatt ismerkedtetek az iskolai léttel. Először helyüket keresgélő felsősök, majd pedig ballagó végzősökké váltatok. Egyre érettebbek, határozottabbak és bizony öntudatosabbak is lettetek. Mindezt nem bizonyítja semmi sem jobban, mint azok a csodálatos eredmények, amellyel megörvendeztettetek minket és szüleiteket. Ezek közül kiemelném név szerint is azokat, amelyek országos helyezést hoztak iskolánknak. Atlétikában, úszásban, sakban több csapatunk és egyéni versenyzőnk is képviselték iskolánkat az országos döntőkön. Atlétika Diákolimpia országos döntőn negyedik helyezést ért el, negyedik korcsoportos fiú távolugró csapatunk, Hegedű Szalán, Rácz Bence, Tamasián Bernát 8. áosztályos, Földényi Márkó, Trombitás Marcel 7. áosztályos tanuló. 5. helyezést értek el a negyedik korcsoportos 4x1000 méteres fiú váltófutó csapat, Rácz Bence, Takács Soma, Tamasián Bernát 8. áosztályos, Földényi Márkó 7. áosztályos tanuló. 7. helyen végeztek a 4. korcsoportos 5 próba fiú csapat tagjai. Hegedű Szalán, Horváth Zsolt, Rácz Bence, Takács Soma, Tamasián Bernát a 8-ából és Földényi Márkó a 7. áosztályból. 8. helyen végzett egyéni összetettben a 4. korcsoportos 5 próba fiú versenyen Tamasián Bernát 8. áosztályos, 17. helyen végzett egyéni 1500 méteres futásban Németh Lili 8. áosztályos, és 27. helyen végzett egyéni összetett 5 próba leánymezőnyben Németh Lili 8. áosztályos tanuló. A sport mellett országos tanulmányi versenyeken is kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetünk. A Heresi György Kárpát-medencei kémia versenyen Málovics Ádám 8. B-osztályos tanuló 19. helyezést ért el. A Teleki Pál földrajz föltant versenyen Nyers Alexandra 8. B-osztályos tanuló 2. helyen végzett, míg Sándor Réka 7. B-osztályos tanuló a 20. helyet tudhatja magáénak. A Bójai Matematika versenyen 6. helyen végzett Gájer Sárakata, Nyers Alexandra, Málovics Ádám 8. B-osztályos tanulókból álló csapat. A Regősök Húrján országos versmondógálán Csordás Júlia 7. B-osztályos tanulón aranyminősítést kapott. A képzőművészet terén is remekeltek diákjaink. Az Állatok a természetben országos rajzversenyen a következő eredmények születtek. Első helyezett lett felsős kategóriában Sándor Réka 7. B-osztályos, 2. Monostori Otília 8. B-osztályos tanuló, Gájer Sárakata 8. B-osztályos tanuló pedig külön díjban részesült. Szeretettel gratulálunk ismételten neki. De nem csak rájuk, hanem azokra a tanulókra is büszkék lehetünk, akik bizony csupán, idézőjelben csupán a saját eredményeiket lépték túl és szárnyalták túl. Kedves 8-asok!
A közös programok, feladatok megerősítettek benneteket kitartásban, önbizalomban. Tudatosították bennetek azt, hogy sok mindenre vagytok képesek, elnézést. Higgyétek el, ezeket az éveket, napokat, perceket nem lehet kitörölni az emlékezetünkből. Nyomot hagynak mindannyiunkban. Pedagógus társaimmal együtt örültünk ezeknek a sikereknek, apró örömöknek. Átéreztük a kudarcok okozta fájdalmat, a bánatot, és bizony bosszankodtuk, ha néha úgy éreztük, hogy hiába dolgoztunk. Valószínűleg ti is ezt érzitek, ahogy visszagondoltok a számtalan akadályra, megpróbáltatásra, feladatra, amelyek ebben az iskolában vártak rátok 8 éven keresztül. S most mégis itt vagytok, túljutva ezeken, túllépve a nehézségeken, megkönnyebbülve, egy kicsit szomorkodva azon, hogy most valami véget ért. Igazi gyerekként viselkedtetek, akik sokszor borzoltátok az utolsó idegszálainkat, végsőkig feszítették meg a türelmünket, ugyanakkor sok-sok közös élményt, boldog, vidám pillanatot, örömet szereztetek. Tavaly ilyenkor még Györgyi néni és Gyöngyi néni irányítása mellett díszítettétek az akkori 8-asoknak az iskolát. Ma tiétek a tisztelet. Gondoljatok tanáraitokra, társaitokra szeretettel, és ha alkalmatok nyílik rá, látogassatok vissza hozzánk. Tisztelt szülők! Önök is sokszor megtapasztalhatták azokat az érzéseket, amikor, mint szinte már pattanásig feszülnek az idegek, majd egy-egy mosollyal, jó szóval, bocsánattal, köszönömmel újra helyreáll a világ. Bízzanak benne, hogy bár egy gyermek nevelése közben sok borús pillanat van, azért a végén mindig kisüt a nap. Lehet, hogy az elmúlt években sok-sok nehézséggel kellett szembenézniük, voltak gondok a tanulással, a délutáni csavargásokkal, iskolából való lógásokkal, dohányzásokkal, zúzódásokkal, telefonálásokkal, bulizásokkal. Most mégis büszkén tekinthetnek gyermekükre, akik eljutott élete egy újabb mérföldkövéhez befejezte általános iskolai tanulmányait, és bizony kilép a középiskola még ismeretlen birodalmába. Köszönöm, hogy volt idejük gyermekük fejlődését még akkor is segíteni, ha úgy érezték, hogy az iskola követelményei, a környezet elvárásai hatalmas erőfeszítést kívánnak önöktől. Kívánom, hogy az odafigyelésük, a szeretetük maradjon meg ezen a szinten, mert gyermeküknek továbbra is ugyanilyen támogató, segítő szeretetre és odafigyelésre lesz szükségük. Kedves hetedikesek! Tegnap még álmosan, fáradtan és nagy nyüknek éreztétek, hogy díszíteni kell jönni az iskolába. Szüleitek segítségével gyönyörű díszbe öltöztettétek intézményünket. Köszönjük nektek, szüleiteknek, osztályfőnökeiteknek, s mindenkinek, ki ebben segítséget nyújtott. S végezetül ismét benneteket szólítalak meg, kedves búcsúzó diákok. Kívánom nektek, hogy egész életetek során legyen erőtök, kitartásotok a nehézségeket leküzdeni, alkalmazkodni az újabb elvárásokhoz, kihívásokhoz. Tudjatok megbocsájtani, szeretettel fordulni azokhoz, akik körülvesznek benneteket. És ne feledjetek hinni magatokban. Nagy László szavaival bocsátok útra benneteket. Töröld le könnyedet. Kisírt szemedben, mosoly legyen, és derű. Minden nap kezdődik valami nagyszerű, valami gyönyörű. A pallagó 8-asok képviselőit kérem, hogy adják át a 7-eseknek iskolán zászlaját, majd kössék fel az emlékezés szalagját. Thank you.
zászlót átadjuk, őrizzétek becsülettel. A zászlót átvesszük, becsülettel megőrizzük. Most pedig ballagó diákjaink közül azok következnek, akik az általános iskola 8 éve alatt szorgalmukkal, magatartásukkal, tanulmányi, verseny és sporteredményeikkel kiemelkedtek társaik közül. Iskolák legrangosabb elismerése a Mixed Plakett. Ezt a kitüntető címet az a 8-as tanuló kaphatja, akinek magatartása és szorgalma a 4 év alatt példás, tanulmányi eredménye legalább 4,7 a 4 tanév végén, az 5.-8. osztály évfolyamain legalább egyszer a megyei tanulmányi versenyek egyikén 1-6. helyezést ért el. Ebben a tanévben ballagó diákjaink közül 3-an érdemelték ki a kitüntető címet. Szigorúan ABC sorrendben következnek. Gályás Ára Kata, 8. B osztályos tanuló. Példás magatartásáért, szorgalmáért, kimagasló tanulmányi munkájáért, tantárgyi dicséreteiért, a megyei anyanyelvi, kémia és matematika versenyeken elért sikereiért, az országos matematika és természetismereti csapatversenyeken nyújtott teljesítményéért, művészeti pályázatokon végzett tevékenységéért és országos sikereiért, kiemelkedő közösségi aktivitásáért Mixed Plakett kitüntetésben részesült. Málovics Ádám, 8. B-osztályos tanuló. Példás magatartásáért, kimagasló szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, tantárgyi dicséreteiért, a megyei és országos földrajz, kémia és matematika versenyeken elért sikereiért, az országos matematika csapatversenyeken nyújtott teljesítményéért, kiemelkedő közösségi aktivitásáért, Mixed Plakett kitüntetésben részesült. Nyers Alexandra, 8. B-osztályos tanuló. Példás magatartásáért, egyenletes szorgalmáért, kimagasló tanulmányi eredményéért, tantárgyi dicséreteiért, a megyei és országos földrajz és matematika versenyeken elért sikereiért, az országos matematika csapatversenyeken nyújtott teljesítményéért, diák önkormányzati munkájáért, Mixed Plakett kitüntetésben részesült. Kedves vendégeink! Hamarosan ballagási ünnepségünk végéhez érünk. Kérem a kedves szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat, hogy a következő percekben, amíg a zene szól, köszöntsék virágaikkal ballagó diákjainkat, gyermekeiket. Visszanézve az életet, az elmúlt sulis éveket, a sok-sok emlék rengeteg, előttem végig pereg.
meg sok minden van a listámon, amit még meg kell csinálnom, és a legelején ez áll, még el kell búcsúznom. Életünk filmje, amit játszottunk ez években, és minden egyes barátunk itt lehet a premiéren. Sok mindent éltünk át, és a lista hosszú lenne, de mindenki szerepet játszott majdnem mindenben. Sok kaland várt sok fele, és mindegyütt mentünk bele, gyakran segítve egymást, és csak néha heccelve, és most már komoly képpel ülünk itt. Ballagási ünnepségünk ezzel véget ért. Köszönöm a szülőknek, vendégeinknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. Viszontlátásra! Sok-sok ismerős gyermek, de mára már mind felnőttek, sírnak, nevetnek, egymásért kiállnak, büszkén hívják magukat egy összetartó osztálynak. Rendezők nélkül semmi sem jöhetne létre, bár az osztályunk volt mindig is a tanárok réme, de csak jó értelemben, és most látok sok fájó szívet, mert itt kell végleg hagynunk minden példaképünket. Itt leszünk.